Sziasztok! A mai videó nagyon izgi lesz, ugyanis egy 15 ezer forintos rúst fogunk közösen tesztelni. Azért 15 ezer forintot kiadni egy rúzsért, azért az elég kemény, és nem vagyok álszent. Én is szoktam nagyobb összegeket elkölteni sminktermékekre, de azok általában nem rúzsok, hanem mondjuk inkább egy paletta, amiben több szín van, és jól ki tudom használni, vagy alapozó. Csináltam is nemrég egy videót egyébként ilyen témában, úgyhogy ezt beteszem majd föntre. Szóval már egészen pontosan a Sisley Le Phyto Rouge ajakrúst fogjuk közösen tesztelni, megnézzük, hogy milyen a csomagolása, hogy mi az, amit ígér ez a rúzs, és aztán közösen ki is próbáljuk, vagyis tesztelni fogjuk, hogy mi az, amit valóban bevált az ígéretek közül. Úgyhogy ha kíváncsiak vagytok rá, hogy mit is tud egy 15 ezer forintos rúzs, akkor mindenféleképpen tartsatok velem, már csak azért is, mert ebben a videóban ti is nyerhettek egy ilyen Sisley rúzst. Azt szeretném előre leszögezni, hogy ezt a rúzst nem én vásároltam, hanem néhány héttel ezelőtt voltam a Sisley sajtóeseményén, ahol bemutatták nekünk a márka újdonságait, és ott kaptam ajándékba. Kaptunk mellé egy ilyen gyönyörűséges sajtóanyagot is, amiben nagyon szép képek vannak magáról, a rúzsról. Tényleg nagyon igényesen van megcsinálva, gyönyörűek a fotók, egyébként angol nyelvű ez a sajtóanyag. Ebből a rúzsból négy színcsalád létezik, vannak a bézs színek, a narancs színek, a rózsaszínek, illetve a piros árnyalatok, és összesen 20 árnyalatban lehet kapni ezt a Sisley Le Phyto rúst. Én a 12-es bézs bali árnyalatot fogom egyébként kipróbálni, és hogyha kibontjuk a dobozkát, akkor egy ilyen piros kis bársonytokban van benne a rúzs. Ez ugye arra szolgál, hogyha bedobod a táskádba, akkor nehogy mondjuk a kulcscsomód összekarcolja magát a rúzstokot. Én az igazság, hogy nem igazán tartom praktikusnak ezeket a bársonytokokat, mert hogy ezek kb. Csak akkor néznek így, amikor kiveszed őket a dobozból, ahogy bedobod a táskádba, összeszednek mindenféle szöszöket, meg hogyha esetleg koszos kézzel nyúlsz hozzá, akkor az is meg fog rajtuk látszani. Szóval ez így valóban nagyon jól néz ki, meg tényleg nagyon exkluzív, de az igazság, hogy én nem igazán tartom praktikusnak, de valóban, hogyha valaki szeretné megvédeni magát a rúzsnak a csomagolását, akkor érdemes ebben a kis bársonytokban tárolni. És akkor így néz ki maga a rúzs. Láthatjátok, hogy aranyszínű, és hát ez ilyen, nem is tudom, ilyen fekete tigris minta talán? Kupak tetején van a piros S betű, ami ugye a Sisleynek a jele, illetve az alján az árnyalat, és kérem szépen, ez egy mágneses tok. Én nem tudom, hogy miért jelent ez számomra ekkora élvezetet, ahogy ez a kis mágneses kupak rácsukódik a tokra, de én egyszerűen imádom. Közben rájöttem, hogy ez nem tigris minta, hanem zebra minta. Mindegy. Hogyha levesszük a kupakot, akkor pedig előbukkan a rúzs, aminek nem hagyományos formája van, hanem ilyen, hát nem is tudom, ékalakú. Viszont azért ezt nézzétek már meg, hogy ennyi az egész rúzs, tehát eddig lehet tekerni, és szerintem ez nem túl sok. Eleve egy ilyen keskenyebb rúzs ez, tehát nem ilyen nagyon duci, és hát szerintem ez nagyon kevéske. Szóval 15 ezer forintért. Mielőtt kipróbálnánk, felolvasom nektek, hogy mit is tud, mit is ígér ez a rúzs, mert szerintem nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy mit várjunk el egy ilyen drága rúzstól. A Sisley Le Phyto rúzs a rúzs intenzitását kombinálja balzsamos textúrával, egyedülálló ápoló formulában. Hihetetlen sejmes textúrájú ápoló ajakrúzs, mely gyengéd, kisimító, karakteres és hidratáló filmmel óvja az ajkat. A Hydro Booster komplexumnak köszönhetően, melyet hialuronsav mikroszféra és konyag glükomanan alkotnak, bár csak tudnám, hogy mi az, amit olvasok, az ajkak azonnal érzik, ilyen teltek, simán lesznek. Rendszeres használatával a Le Phyto rúzs megőrzi az ajkak fiatalságát, ápoló olajokból álló koktél tápanyaggal látja el az ajkakat, bársonyos puhaságot és rugalmasságot ajándékozva nekik. Az új generációs zselés textúra már felvitelkor azonnal felszívódik, szinte egybeolvad a bőrrel. Extrém tiszta pigmentek kombinációja csodás színhatással bír, intenzíven ragyogó finisszel. Tartosságról nem ír semmit, úgyhogy gyanítom, hogy ez nem egy ilyen extra tartós ajakrúzs. Na de most akkor lépjünk a tettek mezeire, mert hogy fel fogom kenni az ajkaimra.
Nekem egy picit fura, hogy ilyen egyenesre van vágva a teteje. Nem tudom, hogy nem. Bocsánat, csak csöngettek. Szóval ott tartottam, hogy nekem nem igazán tetszik, hogy ilyen egyenesre van vágva a teteje ennek a rúzsnak, mert nem tudom, valahogy nekem így nem áll kézre így a felvitel. És abban sem vagyok biztos, hogy ez a szín az én ajánlatom. Na mindegy. Nos, felvittem egy rétegben ezt a rúzst az ajkaimra. Valóban ilyen nagyon könnyű géles textúrája van, és nagyon könnyen siklik az ajkakon, és nagyon kellemes viselet, szóval tényleg ilyen tápláló, hidratáló érzete van. Nem rossz egyébként ez a szín. Picit szokatlan számomra, mert mondom, nem igazán szoktam ilyen árnyalatokat használni. Én azt hittem, hogy ez egy kicsit bézsesebb, barnásabb lesz talán. És láthatjátok, hogy ilyen nagyon szép, fényes szatén finise van. Nem is szagoltam meg, hogy van-e valamilyen illata, de igazából nem érzek semmilyen illatot. Azt kell mondanom, hogy tetszik. De azt is hozzá kell tennem, hogy nem tetszik az, ahogyan ezt a rúst megformázták, hogy ilyen egyenesre van vágva a teteje, mert egyáltalán nem érzem azt, hogy ezáltal precízebben vagy gyorsabban tudnék dolgozni vele, sőt nekem inkább hátrány volt. Bénább voltam vele, jó lett, hogy ez az én problémám. Szóval szép-szép ez a rúzs, mert tényleg nagyon kényelmes viselet az ajkakon, de nem érzem azt, hogy olyan nagyon extrát nyújtana nekem, mint ajakrúzs. Tényleg a csomagolása az nagyon különleges, meg azt mondjuk el tudom képzelni, hogy meglepsz vele valakit, vagy akár magadat egy különleges alkalomra. Viszont ez a rúzs most rajtam fog maradni, és be fogok csekkolni egy-két alkalommal, hogy lássátok, hogy hogyan bírja az ajkaimon, úgyhogy legalább az is kiderül, hogy mennyire tartós. Hello, hello, itt vagyok egy gyors rúzscsekkolással, és már megint nem mondtam be a videóban, hogy mennyi volt az idő, amikor felkentem a rúzst, pedig még direkt meg is néztem, hogy dél volt, és most 1 óra van, tehát 1 órája kentem fel ezt a szízli rúzst, és az előbb ebédeltem, igazából csak egy szendvicset ettem, szóval nem egy ilyen nagyon zsíros, olajos valamit ettem, ami ugye leoldaná úgymond azonnal a rúzst, és szerintem láthatjátok, hogy kopott, mert nem annyira fényes már, mint volt, meg a színe sem annyira intenzív, de azért még szépen látszódik szerintem az ajkaimon, és ami pozitívum, hogy nem nagyon csúszott ki az ajkak vonalán kívülre, mert hogy az ilyen géles állagú rúzsokkal az szokott lenni a problémám, hogy nagyon könnyen kicsúsznak az ajak vonalán kívülre. Persze ezt egy jó ajakkontúrceruzával ugye ki lehet küszöbölni, de én most direkt nem akartam ajakkontúrceruzát használni, mert csak a rúzst önmagában szerettem volna kipróbálni. A rúzsnak a leírásában említettek néhány olyan dolgot, olyan hosszú távú hatást, amit a rúzs rendszeres használatával lehet elérni. Szóval egyébként ez is érdekes lehet, hogyha mondjuk húzamosabb ideig használnám ezt a rúzst, akkor azok a jótékony hatások, amiket ott ígértek a rúzsnak a leírásában, akkor ezek valóban megvalósulnának-e, de hát ebből a videóból ez most sajnos nem fog kiderülni. Újabb rúzscsekkolás következik, most van 2 óra, tehát nagyjából 2 órája van a szízli rúzs az ajkaimon. Ja, elnézést kérek a háttérzenért, de Vince most ébredt fel, úgyhogy most egy kis babazene szól neki. Szóval én éppen most ittam egy kávét, és az a helyzet, hogy hát a rúzs az átmászott a bögrére, amint azt láthatjátok. Még látszódik az ajkaimon, láthatjátok, hogy van színe, a fénye az már teljesen lekopott, de szép egyenletesen kopik egyébként, szóval egyáltalán nem foltos, meg azért még látszódik a szín, de nyilván nem egy ultratartós rúzs, bár nem is ígérte azt. 3 óra van, és ez itt az utolsó becsekkolásom,
itt van a férjem is, most vásárolni megyünk, illetve utána elmegyünk Liért is az oviba. És az a helyzet, hogy nagyon úgy néz ki, hogy ennyit bírt rajtam ez a rúzs, mert hogy mostanra gyakorlatilag teljesen lekopott, már csak egy nagyon-nagyon pici szín van az ajkaimon. Valószínűleg, ha nem ettem, illetve ittam volna, akkor tovább tartana, de így nagyjából 3 órát bírt ki az ajkaimon ez a szízli rúzs. Ennyi lett volna ez a mai videó, vagyis nem egészen, hiszen megígértem nektek a videó elején, hogy ti is nyerhettek egy ilyen Sisley Le Fito rúst, mégpedig a 23-as árnyalatban, ami egy ilyen gyönyörűséges, élénk rózsaszín árnyalat. Úgyhogy, ha szeretnétek játszani ezért a Sisley rúzsért, akkor kérlek nyissátok le a videó alatti leírást, és ott megtaláljátok a nyereményjátékban való részvétel feltételeit. Hogyha tetszett ez a videó, akkor kérlek, hogy nyomjatok egy lájkot, illetve kövessetek Instagramon és Facebookon is, minden elérhetőségemet megtaláljátok a videó alatti leírásban. Köszönöm, hogy ezúttal is velem tartottatok, legyen szép napotok, sziasztok!